Ma már nem csak munkaeszköz a számítógép, otthonaink nagy többségében is megtalálható. Elvárják tőlünk, hogy ismerjük a használatát, sok esetben a napi munkánkat is azon végezzük. Segítséget nyújt személyes, hivatalos ügyeink intézésében, kapcsolattartásban az ismerőseinkkel, barátainkkal. A felnőtt oktatás megújulásáért pályázat keretében több hallgató részesült ECDL, azaz Európai Számítógép Használói Jogosítvánnyal. Az átadón többféle bizonyítványt osztottak ki. Az ECDL rendszerben kétféle bizonyítványt lehet kapni. Az alapfokú az 4 modul teljesítését igazolja, a 4 legfontosabb modulét, és ha valaki mind a 7-et megszerzi, akkor pedig a teljes teljesítésről szóló bizonyítványt kapja meg. Bizonyítványt, illetve oklevelet 26 fő kapott, ebből 21 a 7 modulos bizonyítványt, és 5 fő kapta meg a startpapírt, és el kell, hogy mondjam, hogy akik esetleg most még nem kaphattak, azok is sikeres házi vizsgát tettek, tehát ilyen módon a tudás birtokában vannak, csak hát valljuk be őszintén, hogy 7 sikeres vizsgát letudni, az nem is föltétlen annyira egyszerű, de 3 éven belül még, akár a mi segítségünkkel, akár anélkül lehetőség van erre, és onnantól kezdve mégiscsak meg lesz a ECDL bizonyítvány valamely foka. Gisza Bulenke, könyvtárvezető, projektmenedzser elmondta, hogy a könyvtár felvállalja az élethosszig tartó tanulás segítését felhasználói körben azzal, hogy különféle képzéseket szervez. Ehhez kultúrát, kényelmes környezetet, korszerű, magas színvonalú informatikai hátteret biztosított a 15 fős oktatókabinet. Felnőtt képzés indítására írták ki ezt a pályázatot, és úgy gondoltuk, hogy fontos a könyvtárnak egy ilyen jellegű kiegészítő tevékenység is. Sikeresen pályáztunk, és ennek keretében indult el ez a tanfolyam. A partnereink a Művelődési Központ, illetve a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, és így a 3 intézmény a felnőtt képzés elindítására több mint 95 millió forintot nyert, ami ebben az intézményi körben hatalmas pénznek számít. A pályázat segítségével valóban sikerült korszerű számítógépeket, digitális táblát, projektort és egyéb kiegészítő eszközöket vásárolnunk. A képzés során megszerezhető elméleti tudás mellett olyan gyakorlati készségekre lehet szert tenni, mint például szöveges dokumentumok és táblázatok kezelése, elektronikus levelezés bonyolítása, a Windows XP használata, számítógépes nyilvántartások létrehozása és kezelése, az internet használata vagy előadások bemutató anyagainak elkészítése. Ez egy különleges csoport volt, nagyon mélyről indultunk sokakkal, a legtöbben itt kapcsoltak be először számítógépet, és ennek megfelelően eléggé egymásra voltunk utalva. Ők részben én rám, viszont én is ő rájuk a tekintetben, hogy nagyon akarniuk kellett, hogy sikerüljön. De mivel ez összejött, ezért azt mondhatom, hogy jó volt, nagyon jó volt velük dolgozni. Nagyon jó volt a órákon, a tanár úr nagyon részletesen és nagyon jól elmagyarázta tulajdonképpen az összes modulnak a lehetőségeit. Mondjuk én nekem egy kicsit könnyebb volt, mert otthon is van számítógépem. Hát akinek nem volt otthon, az egy kicsit jobban megszenvedett vele, főleg az alapfogalmakkal, de amúgy jó. Talán a prezentáció készítés, ami a leglátványosabb volt az én számomra. A legbonyolultabb pedig a adatbázis kezelés, ami gondolom, tehát a mindennapi használatban nem biztos, hogy én azt tudom majd használni, de a többit azt valószínű. Az ECDL felkészíti az egyéneket a munkaerőpiaci kihívásokra, ezzel növeli az elhelyezkedés esélyeit. A megszerzett biztos tudással az információs társadalom teljes értékű tagjává válhat, és jó alapot kap a későbbi specializálódásra is.